Na hát, szervusztok! Szervusztok! Most kivételesen nem egy fűkaszás videót, hanem egy kutyás videót mutatnánk be nektek. Aha. Megmutatjuk nektek, hogy milyen kutyánk van nekünk. Ja. Ugye úgy kezdődött a történet, hogy ő nem volt, ő nemrég van. A mi kutyusunk a Bori. Őt 2005-ben hoztuk, a Borit. Kis kutya volt, és azóta nálunk lakott, vagy hát nálunk volt, ugye, mi kutyánk volt. Igen. És idén március, azt hiszem, 21-én ő tudni kell róla, hogy nagyon nem szereti a petárdázást, a égdörgést, nagyon-nagyon fél tőle. És március 20-án vagy 21-én éjjel 11-kor petárdáztak elég hangosan az utcába, és sajnos itt kiszökött hátul. Akkor még nem volt ilyen kerítés, mert ezt utána csináltam meg, hanem kicsit ilyen rosszabb drótkerítés volt. Azért ugyanúgy magas volt, de valahogy átugrotta, vagy alul, nem tudom. De az is lehet, hogy ott elől ugrott ki. Tehát azt nem lehet tudni, hogy hol. Vagy elől, vagy hátul. És itt ki, vagy itt ment ki, vagy ott. Nem tudom. És elszökött. Kerestük össze-vissza, Facebookon megosztottuk. Mindenki megoszt, valami, nem is tudom, 700 vagy hány megosztás volt. Semmi. Eltelt 40 nap. Sehol senki nem hallott róla. Hát ugye lemondtunk róla, és akkor hoztuk Lizikét. Nem kellett volna hozni, de örülök, hogy itt van. Hát ugye, hogy kutya nélkül ne legyünk, elhoztuk őt. Egyébként szerencsék van, ma Kriszti néni, ahonnan vettük, mert valaki már visszahozta. Igen. Hát igen, ott visszavitték, mert nagyon rossz volt. Hát mi elhoztuk. Ő nem benti kutya. Mi elhoztuk, hát nekünk itt áll van a kertbe azért itt elbi szaladgálni. Ide ugye külön hátra lehet csukni, ott is tud szaladgálni. Hát, hogy legyen mégis kutya, elhoztuk. És ugye ez egy szombati nap volt, amikor megérkezett Lizike. Azt hiszem olyan 10 óra környékén délelőtt. És este 8 órakor Facebookon, Szlovákiában történt egy bejegyzés, hogy megtalálták Borikánkat, lesoványodva, lefogyva. A szlovák rendőrök befogták, és a csip alapján, vagy csendőrök, igen, tehát ott úgy nevezik, és a csip alapján beazonosították őt, és fölrakták a Facebookra a csip számot, a feleségem nézi este, látja, Bori úgy hasonlít rá, megnézi a számot, megnézi az oltáskönyvet, egyezik. Következő nap, hát ugye vasárnap nem tudtunk menni érte, hanem hétfő reggel azonnal indulás Szlovákiába, és mi a Dunakanyarba, Vác mellett lakunk, és egészen 80 kilométert kellett mennünk fölfele. Az nem sok. Az nem sok, hát nem is kevés. Kevesebb, mint Zalakaras. Tehát 80 kilométerrel innen volt az a helység. Mi is volt a neve? Tehát a balassagyarmati határtól még egy 30 km fölfele. Ugye balassagyarmaton van egy határ, onnan fölfele még 30 km, már Szlovákián. Nagykürtős, vagy nagykürtős? Nagykürtős, igen. Igen, tehát az volt a településnek a neve, és ott fogták be a szlovák rendőrök, hát nem így nézett ki, hanem teljesen le volt soványodva. Bordáig kilátszottak neki. Minket is olyan akart megismerni. Aztán ugye nagy nehezen megismert, vittünk neki kaját, hazahoztuk, felépült, felhízlaltuk őt, és a Lizikével úgymond mai napig egész jó áll vannak. Néha vitatkoznak, veszekednek, de hát ez van. Úgyhogy most akkor két kutya van, ennyi. Igaz, Borikám? Hát ő már öreg kutya, ő meg a fiatal. Állandóan eszik valamit, meg rág. Csontot meg már. Az milyen csont? Az dob ki le, nehogy belemenjen a fogába, vagy valahova. Úgyhogy akkor a Lizusunk az itt van. Egy disznókutya ő. Igaz? Olyan, mint egy kis disznó. Ez itt bent meg az én törzsejem. Igen, mutassuk meg, milyen törzsejed van itt. Na. Ez egy régi ól, disznóól ki lett takarítva. Aztán itt van a bálunknak egy műhelye. Itt van minden, igaz? Van.
Csak a kutyát ne engedjük be ide, mert megint valamit ki fog lopni, ahogy szokott. Na mindegy, mutassuk be gyorsan, mi van itt neked. Ez a te műhelyed itt. Itt van egy régi láncfűrész. Hát itt vannak mindenféle eszközök, dolgok. Igen. Limlomok. Ja. Demizson. Mik vannak még? Mit tudom én mi. Mi az? Töltény, vagy mi az? Töltény. Kérem, szifonpatron, aha. Igen. Hát itt van minden. Dekompresszorszelep. Dekószelep, aha, jajaja. Kutyára figyelj, mert valamit ki fog vinni. Meg egy kis extolbicska is van. Nehogy kilopjon valamit a kutya, figyelj, már variál. Igen. Igen, látom. Paszni próbáld meg. Úgyhogy ez a Bálintnak egy ilyen kis bunker, műhely, vagy nem is tudom, minek nevezzük. Műhely. Jó. Na menjünk, mert a kutya lopni fog. Zárjuk be az ajtót itt, jó? Foglalkozom most egy kis telizivel? Igen. Úgyhogy akkor ennyi volt a kutyákról a történet. Bemutattuk akkor őket is. Lizike, gyere! Éppen most vacsoráztak, úgyhogy most már itt el vannak, szaladgálnak, meg egyéb dolgok. Mi van? Jó, na akkor játsszál még vele, és akkor utána vacsora nekünk is, jó Bálint? Jó, na sziasztok!